A Mórágyi helytörténeti gyűjteményt a hagyomány szerető Glöckner házaspár hozta létre az egykori Hengermalom épületében 1980-ban. Maga az épület egy malom volt, hozzá kell tenni, hogy Mórágyon 5 vízi malom volt, és ez volt az egyetlen Hengermalom, ami 1937-ben épült. Sajnos a sors iróniája, hogy mire elkészült, és mire a részleteket visszafizették volna, addigra államosították. Tehát ez az épület, vagy ebbe az épületbe gyűjtötték össze a régi sváboknak a használati eszközeit, meg ami még ruházatát, meg ami még megmaradt a régi padlásokon. És még egy érdekessége van a malom épületének, hogy a gyűjteményünket az a Glöckner János alapította, akinek a szüleié volt a malom. Tehát visszakerült valamilyen szinten a családhoz, mivel ő kezdte el a gyűjtést, és jóformán ő is fedezte fel, mert meg kell mondani őszintén, hogy a mai napon nagyon kevés dolgot lehet már találni. Tehát kiüresedtek a padlások, tehát ami még megmaradt a népnél, a sváboknál, és ugye a betelepítetteknél, akik azokba a házakba kerültek, azok nagy része már itt van a múzeumban. A kiállításon régi paraszti szoba, kamra és konyha belső, továbbá iskola részlet, mezőgazdasági eszközök, kismesterségek, tárgyi emlékei és a Mórágyi tűzkődomb régészeti leletei láthatók. Különösen értékesek a fazekas központban készült cserépedények. A népviseletünk nagyon kevés maradt meg, ágynemű szerszámok, a kovács, ugye ami Mórágyra jellemző volt, a gránitbánya miatt, ami hozzá kötődött ugye a kovács volt a lovak miatt, a zsákszövők voltak, ugye a zsákok miatt, a malmok miatt, akkor voltak a kerékkészítők, bognárok, tehát ebből a szakmából még egy pár szerszámunk megmaradt, cipőkészítő, tehát ami a faluban az a pár iparos, ami volt, tehát azonnak a szerszámaiból van még egy pár darab a gyűjteményünkben. A tárgyi emlékek mellett a régi szokásokat is szeretnék megőrizni, ezért hozták létre a helyi hagyományőrző egyesületet, mondja Becker Erzsébet. Fiatalok, nagy része nem sváb, meg kell mondani, de híven őrzik a tánclépéseket, a ruhákat nagyon szeretnek beöltözni a ruhákba, nagyon szeretnek német táncra táncolni, és talán ez meg fogja tartani a hagyományokat, tehát ami régen volt a búcsú, szüret, ilyen dolgokat előadnak. Van 3 aranyminősítésünk, ott mi öregek is bele vagyunk vonva, de a nagy része ugye a kisgyerekek, legutóbb 62-en voltunk a színpadon, tehát ez látszik, hogy mennyire őrzi a falu ezt a hagyományt, vagy mennyire tiszteli és próbálja segíteni. A helytörténeti gyűjtemény vezetője szerint fontos, hogy a következő generáció is ismerje a hagyományokat. Ez a svábok élete. Tehát ez volt 300 évvel ezelőtt, amikor betelepedtek. Én ebben nőttem föl, én svábálány vagyok. És megmondom őszintén, hogy gyerekként igazából nem érdekelt. Tehát nem érdekelt ez a dolog. Felnőttként jöttem rá, hogy nagyon sok mindent meg kell őrizni, hogy a gyerekem, az unokám, tehát tudja, hogy mi volt. Ez a rendje. Tehát, hogy tudják, hogy honnan származnak, milyenek voltak az ősök, mit csináltak, és ezt tovább kell adni. És abból a kevésből, ami megmaradt, ugye, tehát ezzel kell tovább adjuk a gyerekeknek. A Mórágyi helytörténeti gyűjtemény már újra látogatható az érdeklődők számára, hiszen eddig a koronavírus járvány miatt bevezetett szigorítások ezt nem tették lehetővé.